Ezt a testvéremtől kaptam akkor, amikor 18 éves lettem, és ez a legtökéletesebb alkalom arra, hogy ezt az üvegitalt kibontsuk, és együtt elfogyasszuk. Elmondom neked, hogy soha nem csinálnám sehogy más, hogy ezt az egészet, mert tényleg még egyszer mondom, és nem tudom elégszer hangsúlyozni, semmi félnivalom nincsen az esküvőm előtt. Olyan székelőt veszek el, akinek nagyon jó a mentalitása, nagyon jó az értékrendje, és még egyszer mondom azt, hogy ennyire gyönyörű, az már csak ráadás. I turn the music up, I got my records on. From underneath the rubble, sing a rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees. Maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pulse is stopped. Cathedrals in my heart as we saw this line. Emőke és Zoltán úgy gondolták, hogy ma összeházasodtak. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nász népet. Megkérem mindenki, hogy szíveskedjék helyet foglalni, az esküvő azonnal fog kezdődni. Kedves vendégeim, kérem, mindenki foglalja el helyeiket. Köszönöm szépen! Kijelentede, Muszka, Emőke, hogy az itt jelenlévő Csatai Zoltánnal házasságot kötsz. Igen. Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Csatai, Emőke és Csatai Zoltán a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében bizony házastársak. Egy nagy tapsot szerintem megérkezett. Néhány perccel ezelőtt ide még mint jegyespár tettétek gyűrűiteket, melyet most férj és feleségként kaptok vissza. Én arra kérlek benneteket, hogy miközben egymás ujjára húzzátok e két kis karikát, gondoljatok arra, hogy ezek a gyűrűk ezentúl összekötnek benneteket. Bárhol jártok is a világban. Jusson eszetekbe róla az, hogy valakihez tartoztok, és ehhez a valakihez jóban rosszban hűségesnek kell maradni. Every teardrop is a waterfall. És nem maradt más dolgom, mint hogy átadjam azt az okiratot, mely a házasságkötéseteket jogilag is igazolja, és gratuláljak a házasságkötéshez. A házasság alkotója maga az Isten, hogy egyedül ne éljen az ember. Isten alkotta egykor a házasságot, és vele együtt a szép boldogságot. Kedves szép mennyasszony! Ne felejtsd el, máma, amit fogadtál, ennek a férfinek legyél te életed végéig hűséges társa. Kedves szép őlegény, szeretet, békesség, bölcsessége három, lakozzon bennetek, én ezt kívánom. De hát, hogy sokáig a poharamat ne tartogassam, ezért megkérem a kedves násznépet, nyújtsuk magasba a poharat, éj az ifjú pár! Éj az ifjú pár!
Nagyon-nagyon sokáig legyenek boldogok, találják meg az életbe azt az örömet, amire ők vágynak. Még egy 80 évig nyomjátok együtt, Zoli. És emlékem, és Istenért, hát boldog, rátok. Kocintunk rátok. I love them both. And I will love him forever. Sok boldogságot. Sok boldogságot. Ugyanúgy tovább, ahogy eddig. Szia őket. Életik végig csak maradjanak egybe. Sok boldogságot szeretnék nekik kívánni, sok trónörököst az emőkének, meg az Zoltánnak, és éljenek sokáig boldogan. Nem 50 évig, mint amennyi elhangzott, hanem legalább kétszer annyi. Mi ennyit szeretnénk kívánni. Gratulálok nekik, nagyon aranyosak. Mindig jó. Sok szerencsét, boldogságot, hosszú életet kívánok. Gratulálok, Csatainé! Szia, Tuni és Amőke! Sok boldogságot kívánok nektek, és majd sok kisgyereket is. Felicidades, Soli! Y la novia, ¿cómo se llama, Iván? Amőke. Amuko. Felicidades. Salud. Hazajött a Lyuka a legény búcsúról, és nem tudom, a Lyukat ismerje mindenki. Hova egy Lyuk? Olyan, mint a szikertesokban, látjátok? Na, ugye a Lyuk mondta azt, hogy Magyaréné, a Zoltának 25 barátja van. Senkinek nincsen 25 barátja? Neki úgy van 25 barátja, nekem sose volt. Mondtam azt, hogy egyszerűen ez az a történet, ez az a karakter, ami az embereket összehúzza. Az az, hogy egyetlen egyszer nem hallottam életemben tőled azt, hogy nem. Mindig azt mondtad, hogy igen, gyere már, haladjál már magai, csináljuk már, menjünk már. Ez az egyetlen olyan dolog, ami kiemelkedik. Az, hogy egyszerűen mindig előre akarsz menni, és mindig a barátságot, és mindig a nyitottságot keresed. Ez úgy gondolom egy olyan érték, ami nagyon kevesünkben van bennem, és ezt tiszteletet érdemel. A másik pedig az, hogy soha életemben nem találkoztam azzal, hogy egy benzinkutas emberrel másik beszéltél volna, mint egy gyárvezetővel. Ez egy olyan érték, ami nagyon nagy emberségre utal, meg egy olyan érték, ami nagyon nagy emberiség. Emberismeretre utal. És egyetlen egy ilyen emberben volt meg ez teljesen, akit ismerek, az édesapád. És én úgy gondolom, hogy igazán apád fél vagy.